Szentlélek nevében. Teljes szívvel kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmékedem és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Nyisd föl szememet, hogy téged dicsérhesselek, mert csodálatos a te törvényed. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük ennek a mai napnak megannyi áldását, hogy összegyűjtöttél minket 71 gyülekezetből. Köszönjük az iskola vendégszeretetét, köszönjük a szolgálók elkötelezettségét. Köszönjük, hogy családunk van, szeretteink körében, vagy ha magányosan élünk, testvérek, a gyülekezet közösségében is. Kérünk téged, hogy ebben a kettős elkötelezettségben tudjunk megmaradni a földi és a mennyei család örömében, és így ad nekünk a te igédnek az útmutatását ebben az órában is, és adj nekünk fölkészülést a veled való találkozásra az ostjában és a borban Jézus Krisztus által. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet azt a két igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, a 145. Zsoltár 9. verséből és Pál apostolnak az efeziusi gyülekezethez írott levelének 4. részének 7. verséből a következőképpen. A Zsoltárban ezt olvassuk: jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Pál apostol pedig így ír az efezusi levélben: közülünk mindenki kapott valamilyen kegyelmet, annak megfelelően, amilyen ajándékot adott neki a Krisztus.
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását. Hiszek egy keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. Missziói és családi napunk elején felidéztük a Mindenki című Oscar-díjas filmet. Annak főszereplője Gáspár Falvi Dorka annyira kedvesen, személyesen beszélt arról, hogy mit jelent az itteni aszódi evangélikus Petőfi Sándor gimnázium diákjaiként számára ez az egykori filmszerep, mit jelent számára az a közösség, amelyben most élhet, mit jelent számára az az elkötelezettség, hogy egy magasabb ügyet is szolgálhat. Fontosnak érzem ennek a filmnek a címét is, és persze az egész film felidézését, a Mindenki című Oscar-díjas filmről van szó. Deák Kristóf kisfilmjéről, amelyben a főszereplő Dorka el is mondta, vagy fel is idézte, hogy nem szabad ebben a filmben mindenkinek énekelnie. Pontosabban a filmben alakított énekkart, ez az ambíciózus énekkar vezető, minden áron a nemzetközi siker irányába akarja vinni, készülnek a svédországi turnéra, és úgy érzi, hogy nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy ebben a kórusban, iskolai énekkarban néhányan talán hamisan énekeljenek. Ezért kedvesen ugyan, de nagyon határozottan azt kéri több diáktól, többek között a Zsófi nevű gyermektől is a filmben, hogy inkább csak tátogjon, tátikázzon, ahogy mondja, ne énekeljen. Mert a hamis hangjával talán elveszíti majd az egész énekkar is ezt az esélyt, és nem fognak győzni ezen a svédországi fesztiválon. Milyen szomorú ez, ha valaki kirekesztve érzi magát egy közösségből. Akár egy ilyen nemes célnak vélt cél érdekében is hallgatásra, némaságra van kárhoztatva, és milyen szomorú, ha valaki mindenáron győzni akar, és ezért a gyengébbeket, tehetségtelenebbeket, vagy a vélt gyengébbeket és vélt tehetségtelenebbeket elhallgattatni, visszaszorítani akarja. És milyen nagyszerű a filmben, azt hiszem, nagyon sokan láttuk ezt a rövid filmet, az a csodálatos összefogás, ahogyan ezek a gyermekek segítik egymást, és a kislánynak, a barátnőnek az igazság érzete nem engedi meg, hogy valakit némaságra kárhoztassanak, és megfogalmazódik a csodálatos terv, ami látszólag olyan, mint egy összeesküvés, a tanár ellen, a gonosz tanár elleni összefogás, hogy ott a megmérettetés nagy pillanatában minden diák, mint egy lázadásszerűen inkább csak némán tátog, mert ha egy valakit is elhallgattatnak, akkor inkább mindenki hallgat. Megkérdezem magunktól, van-e ilyen összefogás a mi közösségeinkben? Tudunk-e így az elnémítottak pártjára állni? Tudunk-e így a megalázottak, a gyengék, a margóra szorítottak mellett akár demonstratív módon kiállni, és azt mondani, hogy ha ő nem szólhat, akkor én sem szólok. Ha neki nem jut jog, akkor én is lemondok a jogomról. Ha őt félreállítják, akkor én is közösséget vállalok vele. Úgy, ahogyan ezeknek a csodálatos filmbeli gyerekeknek az igazság érzete megszólalt, tudunk-e mi is ilyen igazság érzettel, összefogással, egy nemes cél érdekében akár demonstratívan és együtt így fellépni. Igen. A film címe is azt mondja, mindenki. Vagyis nem lehet senkit kirekeszteni.
nem lehet senkit félreállítani. Nem lehet senkire azt mondani, hogy te nem lehetsz tagja ennek a közösségnek, vagy ha igen, akkor csak tátikázva, csak némán, csak szerepet játszva. Két olyan igét választottam igehirdetésem alapigéjéül, amelyekben a mindenki szó szerepel. És ez nem egyszerűen csak egy ilyen formai bravúroskodás, hogy a konkordanciában, a bibliai szószedetben kerestem olyan mondatokat, ahol szerepel a mindenki, hiszen azokból sok száz van, hanem igyekeztem két olyan, egy ószövetségi és egy újszövetségi mondatot választani, ahol ez a mindenki Isten népének a teljességére utal, a kegyelmi ajándékoknak a gazdagságára utal, hogy mindenki részesedhet az Isten szeretetében, és mindenkinek van az egyházban feladata, és senki nem mondhatja azt, hogy ő még túl kicsi, túl gyermek, túl fiatal, vagy hogy ő már túl öreg ahhoz, hogy az egyháznak a tagja legyen. Vagy senki se érezze úgy, hogy ő túl szegény, vagy akár túl gazdag, hogy túl híres, vagy túl névtelen ahhoz, hogy szerepe legyen az egyházban. Itt mindenki megtalálhatja a szerepét, a szolgálatát, mindenki megkapja a maga kegyelmi ajándékát, mert Isten ezt a maga gazdagságából, végtelen jóságából mindenkinek egyformán, egyaránt adni akarja. Amikor néztem a filmet, tegnap újra megnéztem már sokatszor, többetszer, eszembe jutott egy saját kis gyerekkori élményem az éneklésről, a kórusban való éneklésről. Történt pedig, hogy egy dunántúli kis faluból, Csögléről, Miskolcra költöztünk, és ott én valami rejtélyes oktál fogva, a szüleim se nagyon értették, nagy buzgón jelentkeztem az énekkarba, a kórusba. Én szeretnék énekelni, úgy, ahogy ez a kislány is énekelni akart. Nos, nekem se volt jó hangom, és ott együtt énekeltünk az énekkarban, és mellettem állt az iskola társam, úgy hívták, hogy Fázolt Henrik, és ahogy énekeltem és kieresztettem a hangomat, mindig úgy megbökött, meg olyan csúnyán, olyan indulatosan tekintett rám, és azt mondta, oda sugta, hogy olyan fals, amit énekelsz. Én tovább énekeltem, hogy ne szóljon be nekem. Olyan fals, amit énekelsz, mondta másodszor, harmadszor is. Én annál bátrabban és annál hangosabban énekeltem, mert azt hittem, hogy a fals az azt jelenti, hogy falusiasan énekelek. Azt mondtam, hogy nehogy már ez a városi ficsúr engem kioktasson, dunántúli paraszt gyereket, hogy hogy kell énekelni itt Miskolcon, a nagyvárosban. Én annál büszkébben, annál nagyobb hangon énekeltem. Hát ez a tanárnő is, aki vezette az énekkart, valószínűleg szíve mélyén azt mondta volna, Tamáskám, csak tátikázzál inkább, és ne énekelj. De én azért azt mondtam, hogy igen, nekem is van lehetőségem, nekem is van feladatom, hogy énekeljek. Döbbenetes ebben a filmben a jelenet, ahogyan a sok gyerek ajak láttuk reggel, némán mozog. Ők így tudnak tiltakozni az igazságtalanság, a méltánytalanság ellen. A most 201 éve született Arany János az önkényuralma idején, alig másfél évvel a szabadságharc letiprása után leírta ezt a dacos mondatot, most szóljon az, hogy hallgatok. Igen, lehetnek ilyen történelmi korok, amikor az írónak hallgatni kell, lehetnek olyan történelmi korok, amikor nem kell megnyilvánulni, nem kell mindenáron visszhangozni mindazt, amit mások oly hangosan kiáltanak bele a világban, szóljon az, hogy hallgatok. Igen, beszédes a film címe, mivel nem énekelhet mindenki, ezért tiltakozásként inkább elhallgatnak. Mindenki elhallgat. Senki sem töri meg a csendet, senki sem alkuszik meg, senki sem köt elvtelen kompromisszumot, mindenki hordozza a másikat. Igen, ez a film az összefogás erejéről szól. Arról, hogy senki sem lehet kitagadni, úgy, ahogyan a magunk fajta idősebbek még emlékezhetnek a rendszerváltás eufórikus éveire, volt az akkori, előbb az ellenzéknek, aztán a kormánypártnak egy nagyszerű képviselője, Csengei Dénes író, a maga Farmer Jack is lázadó alkatával, szakálával, tüzes tekintetével sokunk lelkiismeretét nyugtalanította. Nos, őtőle származik ez a mondat, Európába, de mindahányan. Vagyis, hogy senkit se akarjanak kirekeszteni Európából,
senkire se mondják azt, hogy ő mucsai, hogy ő csak egy egyszerű, háttérbe szorítható ember, hogy van első meg másodosztályú Európa, van első meg másodosztályú tagság, hanem mindannyiunknak ott van a helye. És a mi igénk is ezt mondja, jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Isten nem személyválogató. Nem azt mondja, hogy te első osztályú ember vagy, te meg csak másodosztályú, hanem ő mindenkit eláraszt a végtelen szeretetével. És Jézus, amikor összeválogatta azt a csapatot, aminek ő volt a szövetségi kapitánya, akkor bizony nem csupa aranylábú fiút válogatott össze, hanem voltak ott esendő, csetlő, botló játékosok. Rögtön a csapatkapitány, a forrófejű Péter, aki újra és újra túlzásokba esett, vagy ott volt a keménykedő zélóta Simon, aki bizony sokszor szabálytalankodott, vagy ott volt Júdás, aki kínos bunda ügybe keveredett, és azért el kellett tiltani. Micsoda csapata volt Jézusnak! Ez minden, de nem csoda csapat! És Jézus mégis általuk, rajtuk keresztül tett csodát. Pünkösd előtt idézhetjük a nagyságos fejedelmet, második Rákóczi Ferencet, aki ezt mondta, ezt írta egy imádságában. A tanítványok pünkösd előtt nátszálak voltak, hajlékony nátszálak, de pünkösd után oszlopok lehettek. Bárcsak a mi egyházunkban, a Magyarországi Evangélikus Egyházban minél több ilyen oszlop lenne, mindenki a maga részéről oszlop lehetne, amely tartja ezt a lelki épületet, amely segít abban, hogy egymást hordozó közösség tudjunk lenni, egy-egy oszlopnak a teher bírásával, egy-egy oszlopnak az áldozat készségével vállalhatnánk az egyház tagságunkat, és nem szélingatta nátszálak lennénk. Mindenki megtalálhatja a helyét ebben az egyházban. Azért is mondtuk, hogy missziói és családi nap, mert szeretnénk a családokra építeni. Szeretnénk, ha minden gyülekezetben lenne ifjúsági és gyermek munka. Szeretném a lelkészek szívére helyezni, a jelenlevők és a most jelen nem levők szívére helyezni, hogyha nincsen gyerekmunka és nincsen ifjúsági munka, ha nem vesszük komolyan a konfirmációi oktatást, akkor az egyházunknak a jövője miatt ne sopánkodjunk, mert eljátszottunk valami nagyszerű esélyt, amit pedig az Úristen ezekben a történelmi korokban különösen is elénk adott. Mindenkire szükség van, minden korosztályra, minden lelkészre, minden felügyelőre, minden presbiterre. Hadd helyezzem a most megválasztott presbiterek szívére ezt, hogy mindenkire szüksége van az egyházunknak, abban a helyi közösségben, de egyházmegyei, egyházkerületi és országos szinten is. Szükség van minél több elkötelezett emberre. Isten mindenkinek adja a maga ajándékát, a maga gazdagságát. Ahogyan a másik ige az Efezusi levélből, így szól Pál apostol tollából, közülünk mindenki kapott valamilyen kegyelmet, annak megfelelően, amilyen ajándékot neki adott a Krisztus. Krisztus elhalmozott minket ajándékokkal. Adta testünket, lelkünket, életünket, adott nekünk szerető társakat a családban, a gyülekezetben, adott nekünk egészséget, vagy adott nekünk a betegségen keresztül is megpróbáltatást és edződést és szilárdságot, és adja nekünk azt a csodálatos ajándékot, amit úgy hívunk, hogy üdvösség, amelyet ő ajándékba ad nekünk ingyen, kegyelemből. Szeretett testvéreim, az egyház az üdvösség hordozója. Nem azért van szükség mindenkire, hogy egy jól szervezett közösség legyünk, hogy valamiféle stratégia alkotó erővel mindenkit feladattal tudjunk megbízni, hogy egy jó civil szervezet legyünk a sok között a mai magyar társadalomban, hanem ennél sokkal többre vagyunk hivatva. Az üdvösséget kínálhatjuk föl az embereknek, az üdvösséget hirdetjük a szószékről, alkalomról alkalomra, és az oltárnál, az úrvacsorai kehelyben és az úrvacsorai paténában Krisztus testét és vérét vehetjük magunkhoz, az üdvösség italát és az üdvösség falatát. Szeretett testvéreim, közülünk mindenki
kapott ilyen kegyelmet, kegyelmi ajándékot. Ezért a mi egyházunk legyen befogadó, inkluzív, nyitott közösség. Ne zárjunk, ne rekesszünk ki onnan senkit. Azért imádkozzunk, hogy megvalósuljon egyházunkon belül, aztán egyházaink közt a látható egység, amiért a mi Urunk Jézus Krisztus is imádkozott, amikor azt mondta, hogy mindnyájan egyek legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy Atyám, Te küldtél el engem. Görgei Gábor kortárs írónak számos biblikus verse közül felidézem az Egy vacsora anatómiája címűt, ahol az úrvacsora szerzési igéit veszi sorra, és sajátos módon kommentárokat fűz hozzá a maga költői eszközével. Nos, ott azt írja, mindnyájan, azaz valamennyien, tehát mindenki, vagyis, hogy kivétel nélkül, mármint ti mind, akik vagytok és lesztek, nincs megszorítás, nincs numerus clausus, nincs, igen, mindnyájan, vegyétek ezt a kenyeret, és mindnyájan igyatok ebből a pohárból. Az úrvacsorai közösségben is mindenki, aki hiszi, hogy Krisztus testét és vérét veszi magához, mindenki részesedhet. És ezért bízunk az egyház látható egységének megvalósulásában, hogy majd protestánsok és más vallásúak is, katolikusok is együtt részesedhetünk ebben a csodálatos kegyelemben, Krisztus testében és vérében. Addig sokat kell még dolgoznunk, és addig vallanunk el, hogy mindenki ebben a kegyelemben részes. Ebből senki ne maradjon ki. Itt nem a teljesítmény, nem a siker a legfontosabb, mint a film elején a tanárnő számára, hanem a legfontosabb az, hogy Isten igéje terjedjen, hogy mi az ő kegyelmének elfogadói és mások számára továbbadói tudjunk lenni. Mindenki ebben az egyházban megtalálhatja a szerepét, a szolgálatát, és hiszem, hogy mindenki nem a saját érdeméből, hanem egyedül Jézus Krisztus érdeméért, az Úr kegyelméből részesedhet majd az üdvösségben. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindenkit hívsz. Mindenkit hívsz szolgálatra ebben az egyházban, és mindenkit hívsz az üdvösségre a Te örök országodban. Amen.